Ebben a részben újabb jégtörő panel mondatokat hoztam neked, olyan mondatokat, amelyekkel egyszerűen könnyedén tudsz beszélgetést kezdeményezni bizonyos helyzetekben angolul. Bizom benne, hogy az előző videóban lévő mondatokat elkezdted már gyakorlatba ültetni, és elkezdted őket gyakorolni valójában a self talk, amikor ugye saját magaddal beszélgetsz, és egy kiváló módja annak, hogy gyakorolj, de még fontosabb, hogy keríts alkalmat arra, hogy ezeket élőben is használd valakivel, akár egy gyakorló tanulótársal, ahhoz, hogy alkalmazott tudássá válhasson. Szóval ma is arra szeretnélek biztatni, hogy ne csak meghallgasd ezt a videót, hanem kezd el gyakorolni, gyakorlatba ültetni. Úgyhogy nézzünk egy pár jégtörű, beszélgetés indító panelmondatot ma is. Az első szitunk ez lesz. Várnod kell valakire vagy valamire, ahol vannak melletted anyanyelviek is, de azért jó lenne azt a kínos csöndet valahogy feloldani. Miket mondhatsz ilyenkor angolul? Például, hogy az egyik legjobb mód az időjárásra való reflektálás. Persze ez attól függ, hogy milyen idő van, de mondhatod mondjuk azt, hogy It's so cold, or it's so warm outside. Do you like this weather? Ú, olyan hideg, vagy olyan meleg van odakint. Te szereted ezt az időt? Tudod, az időjárás mindig egy örökzöld téma, legalábbis az angoloknál, vagy ha meg akarod törni a csendet. Kérdezheted azt is: Have you been waiting here for a long time? Te már régóta vársz itt? Ugyanakkor azt is kérdezheted, hogy Can I sit down next to you? Leülhetek esetleg melléd? És már be is indítottad a dialógust. A másik élethelyzetünk az lesz, hogy elviszed a játszótérre mondjuk a gyermekedet, és amíg ő játszik, szeretnél beszédbe legyenni a helyiekkel. Miket mondhatsz ilyenkor angolul? Például. Hmm, which is your child? Or how old is your child? Melyik a te gyermeked? Hány éves a gyermeked? Vagy do you consider this playground safe? Biztonságosnak tartod ezt a játszóteret? Vagy How long have you been attending here with your kid? Ti mióta jártok ide a gyermekeddel? Is this your child's favorite playground nearby? Ez a gyermeked kedvenc játszótere a közelben? És megint már is elindult egy dialógus köztetek. Tudom, nem mindenkinek életszerű ez a példa, de lehet, hogy pont ott a el. Egy másik gyakori élethelyzet, amikor egy boltban, bankban, szolgáltatónál várnod kell egy kicsit, és szeretnél beszélgetést kezdeményezni az eladóval, ügyintézővel, akiről tudod, hogy angolul beszél. Miket mondhatsz ilyenkor? Például. Have you been working here for a long time? Régóta dolgozol már itt? Vagy. Normally, when do you close? Általában mikor szoktatok zárni? Is it always that busy here, or does it depend on the season? It mindig ilyen nagy a forgalom, nagy a jövés menés, vagy szezontól függ. Nyilván ezt akkor mondhatod, hogyha sokan megfordulnak ott. How many customers do you usually have to serve on a daily basis? Napi szinten általában hány vásárlót kell kiszolgálnod? Tehát láthatod, hogy ez is egy elég specifikus élethelyzet, de valójában változtathatsz a mondatokon is, levetítheted más élethelyzetekre is. Itt egy másik szitu. Bekerülsz egy új nyelvi csoportba, vagy egyetemre, tanfolyamra, és szeretnél megismerkedni a melletted ülővel. Mit mondhatsz ilyenkor angolul? Do you know something about our teacher? Te tudsz valamit a tanárunkról? Vagy Are you excited about the first lesson? Te izgulsz az első óra miatt? What do you think about this course? Is it going to be easy or hard? Te mit gondolsz erről a kurzusról? Könnyű lesz vagy nehéz? És már is elindult köztetek a beszélgetés. Nagyon bízom benne, hogy találtál ebben a részben is egy pár beszélgetés serkentő mankót, és ki fogod őket próbálni a valós életben, vagy akár mered őket megváltoztatni, és magadra szabni azokra az élethelyzetekre, amikben te gyakran szembesülsz azzal, hogy nehezen tudod a beszélgetést elindítani angolul. Úgyhogy használd őket bátran, ha pedig úgy érzed, hogy szükséged van segítségre, akivel tudsz gyakorolni, és a visszajelzésre is, akkor várunk szeretettel akár a beszédfejlesztő egyéni, akár a beszédfejlesztő kiscsoportos óráinkon is.